Ez a területünkön őshonos gímszarvas bikának az avancsa. Ugye szeptemberben még tőlük hangos az erdő. Így néz ki a Felső-Tárgány környékén is őshonos gímszarvas bika avancsa. Bármennyire szép is a vadászati törvény szerint 100 000-től 5 millió forintig terjedő bírsággal sújthatók azok a kirándulók, akik hazavisznek egy-egy ilyen trófeát az erdőből. Minden esetben az elhullott agancs az a vadászatra jogosultnak a tulajdona, tehát ne vigyék haza, ne tegyék erekeként a táskájukba, hanem hagyják a földön, hiszen ezzel szabálysértést követnek el. Egyes vadásztársaságoknál, erdőgazdaságoknál, ahol nagyobb a szarvasállomány, így az agancshullás mértéke is jelentősebb, szerződést lehet kötni annak gyűjtésére, de az egererdő gondozásában lévő területeken ez nem jellemző. A legnagyobb kárt azonban nem is a trófeák összeszedésével, sokkal inkább az állatok szándékos riogatásával, űzésével okozzák az agancsvadászok. Szerencsére ez sem gyakori a megyében. Különböző cselekhez is folyamodnak ezek az emberek. Például a fák közé drótot feszítenek ki, ezáltal próbálják azt elérni, hogy minél hamarabb ott a helyszínen ugye beleütközik a bika és elveszítse az agancsát. Ha ezzel maradandó károsodást okoznak az állatnak, akkor állatkínzás miatt is eljárás indulhat a gyűjtők ellen. A vadásztársaságok egyébként maguk is hasznosítják a trófeákat, többek között ezek segítségével oktatják a gyerekeket. A foglalkozásokon a vadfajtákról, azok történetéről és populációjáról is beszélnek.